A FEC a kalocsai evezősök hét fővel neveztek, a verseny folyamán összesen három darab hatfős futamot indítottak, mely során minden futamban szerepelt kalocsai versenyző. Az első futamban Kis Jeremiás harmadik helyezett, Szávai Zsombor negyedik helyezett, Illés Levente ötödik helyezett lett. A második futamban Sáfrán Márko harmadik helyezett, harmadik futamban Rideg Rihárt harmadik helyezett, Mari Zalán negyedik helyezett, Illés Oliver pedig ötödik helyezett lett. A fiú tanuló T1 korosztály egy pár evezős futamában összesen tíz nevezés érkezett. A Kárser részéről két versenyző állt rajthoz, akik első evezős versenyükön vettek részt. Az első futamban Bart Zalán szoros befutóval negyedik helyezett lett, szépen versenyzett, a második futamban Althammer Gergő szintén a negyedik helyen érkezett a célba. A tanulókupa T4-es korosztály egypárevezős versenyszámában 44 nevezés érkezett, és 5 futamra osztották a versenyzőket. A kalocsaiak részéről egy fő, Markó Diana vett részt ebben a versenyszámban. Szép evezéssel a futamában második helyezett lett, az időeredmények alapján az egész mezőnyből a harmadik időt húzta. A fiók tanulókupa T4-es egypárevezős versenyszámában 49 nevezés közül kettő fő volt kalocsai. Szejc család szép evezéssel megnyerte futamát, így első helyezett lett, míg Vörös Balázs a saját futamában második helyet szerezte meg. A tanulók korosztály versenyein kívül női ifi egy pár futamban indult el kettő serdülő korú versenyzők, akik egy futamba kerültek, de így is tovább jutottak az elődöntőbe, ahonnan Tamás Abigél az A döntőbe, Dorusák Donina a B döntőbe jutott. Tamás Abigél az A döntőben az ötödik helyen ér célba, összetett eredménye is az ötödik hely lett. A B döntőben Dorina negyedik helyezést ért el, összetetben a tizedik lett. Az ifi fiúk két párevezős egységben álltak rajthoz, Kocsis Bálint és Althamer István személyében. Az egyébként könnyű súlyú fiúk az erős normál súlyú mezőnyben bejutottak a legjobb hat közé az A döntőbe, ahol szép evezéssel az ötödik helyen értek célba. A nő és erdülő négy pár Fonyódi Petra, kapitány Clarissa Kármen, Kovács Anett és Németh Hanna álltak rajthoz. A lányok szép lendületes evezéssel húzták végig a távot, de sajnos az ellenfelek sokkal újabb, könnyebb, így gyorsabb hajóival nem tudták felvenni a versenyt. Az a az ötödik helyet szerezték meg. Május 9-én vasárnap német Zoltán növendékei az MTK kupával folytatták a versenyzést ugyanazon a helyszínen. Sajnos az új nap új időjárási körülményeket teremtett erős déli széllel és nagy hullámokkal. A sportolók megküzdve az elemekkel végigevezték a versenytávjukat. A legkisebbek ezen a napon a fiú tanuló kupa T1-es korosztályban két párevezős versenyszámban indultak el és szépen helytáltak. Sáfrán Márkó, Szávai Zsombor két párevezős a harmadik helyen, ugyanebben a futamban Mariz Dalán és Kis Jeremiás a negyedik helyen végeztek. A második futamban Illés Levente, Rideg Rihád lett harmadik, míg Althammer Gergő és Bart Zalán a negyedik helyet szerezték meg. A női serdülő két pár revezősök futamában három egységet neveztünk, akik egy előfutamba kerültek. Az előfutamból Tamás Abigél és doruság Dorina az A döntőbe jutottak, Fonyódi Petra és kapitány Klariszta Kármen a B döntőbe, német Hanna és Kovács Anett páros nem jutottak tovább. Az A döntőben Abigél és Dorina szép versenyzéssel a harmadik helyen értek célba, így a bronzérmet akaszthatták a nyakukba. Fonyódi Petra és kapitány Clarissa a B döntőben hatodikként értek át a célvonalon. A fiú tanuló egy pár vezősök között ezen a napon is rajthoz állt Szejc Csanád, aki a futamában második helyezett lett, illetve Vörös Balázs, aki a negyedik helyen ért célba. A női tanuló egy pár vezősök között Markó a versenyzett, és a táv vége előtt két-háromszáz méterrel még a harmadik helyen haladt, de sajnos a nagy hullámok miatt nem tudta jól megevezni a hátralévő távot, így a negyedik helyen ért célba.